Aki érdeklődik a magyar belpolitika iránt, az nyilvánvalóan hallott a Jobbikból kilépett politikusok által alapított új pártról, a Mi Hazánk mozgalomról. A politikai szervezet célja az, hogy visszahozza a nemzeti radikalizmust a hazai, illetve az európai politikába. Az európai parlamenti választás, amely nem kormányváltásról szól még, 2022-ben szeretnénk kormányváltást, de ez a mostani választás, ez egy európai választás, amely fő kérdése a bevándorlás kérdése, ezt mindenhol látjuk minden európai országban, az egyik fő téma a választási kampány során, azonban nekünk itt Magyarországon ezt egy mondattal le kellene zárnunk. Világosan látni kell azt, hogy kik azok, akik bevándorláspárti, akik azok, akik bevándorlás ellenesek, de Mi Hazánk mozgalom az szerintem bizonyította, hogy mi a bevándorlás ellen vagyunk, hiszen én magam ásatalom polgármestereként akkor kezdtem el a saját mezőőrségünkkel és polgárőrséggel védeni a határt, amikor még nemhogy a Frontex nem védte, hanem még a magyar kormány sem. Sőt, a kerítésért is másfél évig küzdöttem a kormánynál, és örülök annak, hogy végül megépítette. Torockai László szerint a Mi Hazánk mozgalom egy új pólust képez a magyar belpolitikában, ugyanis véleménye szerint jelenleg az a két pólus, melyben a Fidesz és az ő szóhasználatával élve a balliberális pártok szerepelnek. Annak ellenére, hogy a programjuk rengeteg téren megegyezik a kormány törekvéseivel, a jelenlegi gazdaságpolitikával nem teljesen értenek egyet. 2014-ben az Orbán kormány 80 milliárd forinttal támogatott csak egy multit, a Telekomot, miközben ugyanebben az időben 60 vagy akár 100 milliárd forint jutott egy évben több tízezer közmunkás bérére. Tehát mi ezt a trendet, ezt a gondolkodásmódot, amit mind a két tömb a most már egyesült balliberális ellenzék, illetve a Fidesz képvisel, ezt akarjuk felszámolni, és hogyha ez állami beavatkozást igényel, akkor az államnak a magyarok érdekében be kell avatkozni. A multinacionális cégeket nem akarjuk elüldözni, de csak azok maradjanak Magyarországon, akik tisztességes béreket akarnak adni, és nem az a céljuk, hogy elfojtsák a magyar vállalkozásokat, vagy elzavarják Magyarországról a magyar munkavállalókat, akik helyett aztán Ukrajnából vagy éppen Indiából hoznak majd munkaerőt. Torockai László 2013-ban lett Ásotthalom polgármestere, amikor a választáson a Demokratikus Koalíció és az MSZP is visszalépett a javára. Az EP választás közelettével a Mi Hazánk mozgalom bemutatta Európa parlamenti listáját, melynek vezetője a párt elnöke lesz, így abban az esetben, ha mandátumot szerez, Brüsszelből irányítja majd a mozgalmat.